Rekord év a mezőgazdaságban. Viharkárok, jégkárok és aszály is sújtotta a termelőket 2019-ben. Ennek ellenére jó évet zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák. Beruházások és tervek Máté Szalkán. 2019-ben közel 13 milliárd forint értékben történtek fejlesztések a településen. Előzzük meg a kihűlést, az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt állókat veszélyezteti leginkább a kihűlés. Számos természeti csapás és megpróbáltatás érte a gazdákat 2019-ben. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Üdvözlöm Önöket! Az időjárás szélsőségessége, viharkárok, jégkárok és aszály is sújtotta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelőket tavaly, akik azonban ennek ellenére is jó évet zártak. A termés átlagok ugyanis az 5 éves átlag fölöttiek voltak. A napraforgó például rekordot is döntött 2019-ben. Európában és a világon is egyedülállóan Magyarországon kiépült országos lefedettségű jégkármérséklő rendszer. A talajgenerátoroknak köszönhetően 2019-ben a korábbi 30-ról 13%-ra csökkent a viharkárok mértéke, még annak ellenére is, hogy a viharos napok száma nőtt az elmúlt években. Ennek köszönhetően 2019-ben mindössze 37 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdák. Nehéz esztendőn vagyunk túl, sok megpróbáltatások értek bennünket, az időjárás szélsőségessége, viharkárokról, csapadékkárokról, fagyásokról lehetett beszélni, és az aszály is keményen kivette a részét. Azt hiszem, hogy mindazon intézkedéseket, amelyeket igyekeztünk létrehozni, és a gazdák kitartó munkájának eredményeképpen mégiscsak egy kiváló esztendőnek lehetünk tanúja. Szóval a termés átlagaink 5 év termés átlagainak fölötte van, napraforgóból rekord esztendünk van, tehát olyan jók a mutatók, amelyekre méltán lehetünk büszkék. Az, hogy jégkár elhárító rendszerünk van országos lefedettségben, most már nézik szerte Európába, hiszen olyan eredményt tudtunk elérni vele, amelyet több mint 60%-kal mérsékeltük a károkat. Azért ez egy fantasztikus dolog, hogy kivédhető lehet és kiszámíthatóvá tudjuk tenni a termelést. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A termelés biztonságát szolgálja az öntözésről szóló törvény, amelynek célja, hogy az öntözés közérdek legyen és az öntöző víz a gazdák rendelkezésére álljon. Emellett az új állattenyésztési törvény, amelyet 25 év után alkottak újra, szintén a tenyésztők helyzetbe hozását tűzte ki célul, azonban az Agrárminisztérium számos más versenyképesség és jövedelmezőség növelő tervvel készül 2020-ra. Feltétlenül fontos közös osztatlan tulajdonforma megszüntetése. Ez lesz az első törvényjavaslatunk, amit a tavaszi időszakra, januárba benyújtunk a ház elé. Ez fogja meghatározni a parlament tavaszi ülésszakát agrárium szempontjából. Hiszen az a gúzsba kötött állapot, ami 30 éve rendelkezésre áll, azt föl kell szabadítani ahhoz, hogy megint csak a termelés biztonsága, jövedelmezősége, versenyképesség növelés érdekében létre tudjuk hozni. Mindenképpen beszélnünk kell az integrációnak a szerepéről. Készülünk egy integrációs törvénnyel, amely a termelők méretbeli különbözőségeit tudja kiküszöbölni, és a kicsiket hozza olyan biztonságos helyzetbe, hogy egy biztonságos integrációba részt véve olyan piaci pozíciókhoz juthatnak, amely az ő versenyképességüket tudja növelni. És van egy nagyon-nagyon fontos égető kérdés, amire nagyon készülünk, ez pedig az öröklésnek, az agrár öröklésnek a kérdése, amely persze a generációváltással, a gazdaság átadás kérdéskörével függ össze. Hogyan tud egy gazda nyugdíjba vonulni úgy, hogy át tudja adni a gazdaságát a gyermekének, anélkül, hogy a mostani törvények ezt megakadályoznák. Ehhez 17 féle törvényt kellett módosítani, tette hozzá az agrárminiszter, ez pedig szintén együttgondolkozást és társadalmi egyeztetést igényel. Nagy István elmondta, a szabolcsi gazdák mindig nehezebb körülmények között dolgoznak, mint az ország többi területén lévők. A minisztérium azonban segíti a termelőket, ahogy azt az almafelvásárlás kapcsán is tette.
Meg kell értetnünk a feldolgozókkal, a gyártókkal is azt, hogy termelők nélkül ők sem lesznek sikeresek. És élni hagyni elv alapján támogatni kell a termelésnek a legalapvetőbb szintjét, mert nem tudunk máshogy piaci szereplők lenni, és nem tudnak máskülönben kireépíteni. Mert egy évben még lehet a termelőt önköltség ára lányomni. Második évben már kevesebbet, harmadik évben pedig nem lesz termelő, aki almát fog termelni, mert senki sem bolond a termelők közül, hogy ilyen kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. És ebben a munkában természetesen számíthatnak az Agrárminisztérium segítségére, támogatására. Közösen gondolkodunk, termékfejlesztések kellenek, új termékeket kell bevonni a piacra, hiszen az almalé egy korlátozott piac, egy csatornás piac szerte a világban, tehát kell találnunk olyan lehetőségeket, ami az almának egyéb irányú feldolgozottságát, más tartósítási módját, más csomagolási és szállítási módját kell előtérbe helyeznünk. Ezt szolgálják a termelői együttműködések, valamint ez segítette az almapiaci megállapodást is, tette hozzá a miniszter, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a kutatások eredményeit át kell ültetni a gyakorlatba, amit egyenkénti beruházásokkal nem lesznek képesek végrehajtani a gazdák, ezért integrációra van szükség a megfelelő árualap és a piaci pozíció kialakításához. 2019-ben közel 13 milliárd forint értékben történtek fejlesztések Máté Szalkán. Többek között kerékpárút és nagy piac épült, valamint megújultak közösségi terek is. Már tető alatt van a készülő Miniplex mozi, és hamarosan hozzáláthatnak egy bölcsöde építéséhez is. Máté Szalka közel 17 ezer lakosával a megye második legnagyobb települése, amely 2019-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Hanusi Péter polgármester elmondta, az ünnepi hangulat kihatott Máté Szalka minden intézményére és közösségére. A lakosság közösségi ereje mellett a gazdasági eredményekre is büszke a polgármester, mivel minden eddiginél több forrás sikerült fejlesztésekre fordítani. Ennek köszönhetően javult a város megközelíthetősége, a nagy piac felújítása pedig a helyi termékek keresletére lehet jó hatással. Soha nem látott fejlődésen megy át Máté Szalka. Ez a bizonyos 6,5 milliárd forint, amit említettem, ez hogyha minden állami és egyéb beruházással összeillesztjük, akkor eléri a 12-13 milliárd forintot, amire azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk. Emelnék ki olyan projekteket, amelyeknek a leginkább örültek az elmúlt időszakban a Máté Szalkaiak, ilyen a Máté Szalka nyírmeggyes kerékpárút átadása, a Máté Szalkai nagypiac építési munkálatainak a befejezése, a Máté Szalkai közösségi terek tekintetében óriásit léptünk előre, hiszen megújult a történelmi Fó utca, a Kossuth utca, már nagyon szépen zajlik a 21. századi Miniplex mozinak az építése, már az új szárny is tető alatt van, hamarosan kezdjük az első villamosított háznak a megújítását. Az önkormányzat már több pályázatot is beadott a 2020-as fejlesztési időszakra. Ennek egyike a Magyar Közúttal konzorciumban elképzelt körforgalom, amely Máté Szalka egyik legforgalmasabb és legbalesetveszélyesebb csomópontját teheti biztonságosabbá. Ehhez kapcsolódóan épülhet kettő a belvárosba vezető kerékpárút is. A legnagyobb igény ugyanakkor nem erre mutatkozik. Jelen pillanatban is 72 gyermek áll sorban azért, hogy el tudja kezdeni akár a holnapi nap folyamán a bölcsődét. Ezért egy új bölcsődét, egy hadcsoportos bölcsőde építésére adtunk be pályázatot még szeptemberben. Büszkék vagyunk arra, hogy beadhattunk a topos maradványpénzek terhére egy olyan pályázatot, ami a kispiac megújulására szolgál. Máté Szalkaiaknak nagyon fontos a nagypiac, de talán egy kicsit magunképnak érezzük a kispiacot. Ennek a befedése úgy, hogy az ott működő vállalkozások egyetértését is bírja, a reményeink szerint a jövő év folyamán elkezdődik, és egy újabb közösségi teret adhatunk át, egy színvonalas közösségi teret a Máté Szalkaiaknak. A Zöldváros projekt keretében már zajlik a terveztetése egy rendezvénytér kialakításának is, amely a Kulturális Központ és Színház, valamint az Esze Tamás Gimnázium sportcsarnoka között kapna helyet. Ez a tér lehetőséget adna többek között arra is, hogy a minden évben sikeres fényes napok programkínálatát bővítsék.
Az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt állókat veszélyezteti leginkább a kihűlés. Nem csak az utcán, a fűtetlen lakásokban is minden évben találkoznak a mentők kihűléses esetekkel. Ez egy lassú, elalvás jellegű folyamat, amely akár halállal is végződhet, ha nem érkezik időben megfelelő segítség. Testünk alapvetően 36-37 fokos hőmérsékleten üzemel a legjobban, 35 foknál már kezdetét veszi a kihűlés folyamata. A szervezet működése lépésről lépésre áll le, lassul a bérkeringés, a vérnyomás csökkenésével a légzés is ritkul, felületessé válik. Szívritmus zavar lép fel, majd az eszméletvesztéssel járó, tetszhalásszerű állapot áll elő. Nagyjából 20 fokos testhőmérséklet esetén a keringési rendszer bénulása következtében beáll a halál. Főleg az idős, maga tehetetlen személyeket veszélyezteti, illetve a különféle szer, főleg alkohol is nyugtató kábítószer hatása alatt álló személyeket fenyegeti a legjobban. De a félreértések elkerülése véget el kell oszlatni azt a feltételezést, hogy ez csak a közterületen érőket jelenti, mert sajnos fűtetlen lakásban, ilyen időjárási körülmények között az idős, maga tehetetlen személyek ugyanúgy a kihűlés áldozatául várhatnak. Úgyhogy ez megint egy közös felelősségünk, hogyha tudunk ilyen személyről, aki egyedül él, és olyan körülmények között él, hogy a fűtése nem megoldott, azt mindenképpen valamilyen módon orvosolni kell, oda segítséget kell hívni. Illetve a másik nagyon fontos dolog, hogyha kint az utcán, közterületen, földön fekvő, bódult állapotban lévő szemét látunk ilyen időszakban, azt semmiképpen ne hagyjuk magára, ne menjünk el mellette, hívjunk hozzá segítséget, mert nagyon rövid idő alatt a kihűlés áldozatául lehet esni. Minden évben találkoznak ilyen esettel a mentők. Az Országos Mentőszolgálat régió vezetője azt mondta, az itt a személyek kihűlése ma már nem olyan gyakori, mint pár évvel ezelőtt, a társadalmi felelősségvállalás sokat javult, viszont több az olyan eset, amikor a lakásban hűlnek ki az emberek, pedig ez megelőzhető lenne. Attól függően, hogy akár szerhatás alatt alkohol, vagy nyugtató, vagy kábítószer hatása alatt áll a személy, ugye gyakorlatilag ez egy ilyen lassú belalvásos történetként képzelhető el. Az elején ugye didergéssel, izomregedéssel próbálja a testhőmérsékletét fenntartani, majd ahogy a védekező reflexei gyakorlatilag kiesnek, egy mély álomszerű állapotba merül, és egy szépen lassan következik be a szív- és keringés megállása, a légzés megállása a szinkron, tehát ez nem általában egy pillanatnyi esemény, ez az, hogy valaki eljusson odáig, hogy keringés megállásig torkoljon például egy kihűléses esemény, azért az egy meghatározott időt igényel, attól függően, hogy milyennek a környezeti hőmérsékletek, ezek persze rövidebb időt is maga jelenthetnek. Fontos tisztázni, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Orvosi kutatások szerint a kihűléses esetek körülbelül 30%-ában szerepet játszik az alkohol. A leghatékonyabb fegyver a mozgás, ezzel ugyanis a test hőmérsékletét jelentősen meg lehet emelni. Közel 300 ügyet bírált el 2019-ben a megyei békéltető testület, melynek mintegy fele volt megalapozott, azaz jogos panasz a vásárlók részéről, tájékoztatotta a testület elnöke. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is a cipővásárlással kapcsolatos vita rendezések száma volt a legmagasabb. A megyei békéltető testület elsődleges feladata, hogy termékvásárlás vagy szolgáltatás igénybevételekor az esetleges problémákat megpróbálja rendezni a kereskedő és a fogyasztó között. A testület elnöke Görömbeiné Balmasz Katalin elmondta, a lakosság még mindig nincs teljesen tisztában azzal, hogy fogyasztói jogvita esetén első körben a vásárlónak és a kereskedőnek kell megpróbálnia az egyességkötést, a békéltető testület pedig csak akkor indíthat eljárást, ha a feleknek nem sikerült megegyeznie. Fogyasztói panasz abban az esetben megalapozott, hogyha előtte a fogyasztó kellőképpen ismeri azt, hogy ő tulajdonképpen milyen szerződést kötött, milyen jogai vannak, illetve mivel áll szemben, tehát arra a kereskedőre, arra a vállalkozásra milyen szabályok vonatkoznak a fogyasztóval szemben. Az elnök asszony elmondta, a korábbi évekhez képest idén megnövekedett a konkrét termékekkel kapcsolatos panaszok száma, amint egy 300 elbírált ügy kétharmada volt ezekkel kapcsolatos. Ami ugyanakkor a közelmúlthoz képest változatlan, hogy a termékvásárlással kapcsolatos ügyek ötöde a cipőköz köthető, de sok a híradástechnikai, valamint a háztartási kerti gépekkel kapcsolatos eset is.
Az idei évben egy érdekes egyensúlyvesztés történt, mert eddig úgy közel azonos volt a termék és a szolgáltatás aránya. Most az idei évben a szolgáltatások aránya az 1/3 volt az összes ügyből, és hát így nyilvánvalóan 2/3 a termékekre vonatkozó. Szolgáltatásokból leggyakoribb a hírközlési, mobiltelefonos és ilyen jellegű szolgáltatások. Ez a ügyeknek a 11%-a, illetve a másik ilyen nagy halmaz a közüzemi szolgáltatások. Az idei évben a gáz szolgáltatással kapcsolatos panaszok voltak ezen belül a legtöbb. Ebben az esetben elsősorban a szabálytalan vételezéssel, valamint a díjak befizetésének elmaradásával kapcsolatban keresték meg a Békéltető Testületet a fogyasztók. Az elnökasszony hozzátette, évről évre növekszik az internetes termékvásárlások és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos vitarendezések száma is. 2019-ben az elbírált ügyek 16%-a volt ilyen jellegű. A kiesést jelentő 11. helyen tölti a téli szünetet a nyíregyházi férfi kézilabda csapat az NB1B keleti csoportjában. A Kaplonyi Zoltán által irányított együttes 3 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 7-szer szenvedett vereséget az őszi idényben. Nyáron a 4 távozó helyére 5 új játékos érkezett a nyíregyházi kézilabda csapathoz, amely egy hosszú felkészülést követően azzal a minimális céllal vágott neki a bajnokságnak, hogy valamennyi hazai meccsét megnyerje. Ehhez képest a nyitófordulóban 6 gólos vezetésről kapott ki a Kaplonyi Zoltán által irányított együttes, és ez gyakorlatilag az egész ősszel rányomta a bélyegét. Végül a 7 vereség mellett egy döntetlen és 3 győzelem a nyíregyháziak mérlege, a megszerzett 7 ponttal pedig kieső helyen áll a csapat a bajnokság felénél. Mi sem így terveztük ezt az őszi bajnokságot. Ugye volt egy jó alapozásunk, egy 8-7-es felkészülés. Nem csak mi, de a kézilabda szakma is úgy gondolta, hogy ez a keret, ez egy olyan keret lesz, ami gyakorlatilag a dobogón fog végezni, de minimum az első 6-ba. Sajnos ez nagyon rosszul indult a bajnokságunk, mert rögtön kaptunk az Ósztól egy hatalmas pofont hazai pályán, és úgy tűnt az egész bajnokságban, hogy ezt a pofont ezt nem tudtuk kiheverni, tehát folyamatosan küzdöttünk saját magunkkal. Lehet azt mondani, hogy felültünk egy hullámvasútra, csak az volt a gond, hogy sajnos majdnem folyamatosan mindig lefelé mentünk. A minimális elvárás az lett volna, ugye, hogy a hazai meccseket megnyerjük, akkor 12 pontunk van, hogyha bárki ránéz a táblázatra, azt lehet látni, hogy akár negyedik is lehetne akkor a csapat, ugye, de minimum 5., vagy legrosszabb esetben 6., 12 ponttal, tehát ez nem kellett volna más tenni, mint itthon behúzni azokat a mérkőzéseket, amelyek közül mindegyik nyerhető lett volna. Az elmúlt évben is hasonló helyzetben volt a csapat, majd a Bécsi János váltó Kaplonyi Zoltán irányításával magabiztosan maradt bent a nyíregyháza. Ezúttal sem vár könnyű tavasz Varga Lászlóékra. Nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk. A bajnokságnak a sorsolása sem nekünk kedvez, tehát a tavaszi sorsolás az azt lehet mondani sokkal rosszabb, mint az őszi volt. Hát dolgoznunk kell, rendet kell tenni a fejekben. Aztán az az igazság, hogy az nem lesz elég, hogy a hazai mérkőzéseket megnyerjük, mert innentől kezdve idegenből is pontokat kell hoznunk. Nem egy teljesíthetetlen feladat, nyilván sok mindent át kell értékelni, vezetőknek, edzőknek, játékosoknak, mindenkinek, aztán meglátjuk, hogy a tavasz az hogyan alakul. Nyilván kell egy normális felkészülés, egy olyan felkészülés, ami fizikálisan azt mondom, hogy tényleg a topba hozza fel a játékosokat, hogy ne legyen olyan problémánk, hogy mérkőzésen gyakorlatilag csak esetleg 20 percig tudunk használni egy játékos, mert utána szétesik a mozgása, a feje, mindene, úgyhogy dolgozunk majd ezen, aztán meglátjuk, hogy a végén mire lesz elég. A nyíregyháziak január 26-án kezdik a felkészülést, és a Ligakupában, valamint edzőmeccsekkel hangolnak majd a tavaszi folytatásra. Bajnoki pontokért először február 14-én Ózdon lép majd pályára Kaplonyi Zoltán együttese. Híradónk végén jöjjenek kiemelt híreink még egyszer néhány mondatban.
Viharkárok, jégkárok és aszály is sújtotta a termelőket 2019-ben, azonban ennek ellenére is jó évet zártak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gazdák, a termés átlagok ugyanis az 5 éves átlag fölöttiek voltak. A termelés biztonságát szolgálja az új, öntözésről szóló törvény, a 25 év után megújuló állattenyésztési törvény, valamint az integrációs célkitűzések is. Közel 13 milliárd forint értékben történtek beruházások és fejlesztések 2019-ben Mátészalkán. Többek között kerékpárút és nagy piac épült, valamint megújultak közösségi terek is. Már tető alatt van a készülő Miniplex mozi, és hamarosan hozzáláthatnak egy bölcsöde építéséhez is. Az időseket és a pszichoaktív szerek hatása alatt állókat veszélyezteti leginkább a kihűlés. Nem csak az utcán, a fűtetlen lakásokban is minden évben találkoznak a mentők kihűléses esetekkel. Ez egy lassú, elalvás jellegű folyamat, amely akár halállal is végződhet, ha nem érkezik időben megfelelő segítség. Fontos tisztázni, hogy az alkohol nem segíti a kihűlés elleni küzdelmet, sőt, tovább rontja a túlélés esélyeit. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 1-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat, addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!